Újra a Budai út ügyében kért szót Makács Márta a mai lakossági félórán. Ő az, aki az előző ülésen egy petíciót is átadott a polgármesternek, amelyben kérik a sebességkorlátozás bevezetését. A Budai út sebességkorlátozásában tárgyában benyújtott petícióra adott válaszában ön szerint a balesetveszélyes források előidézésének oka csupán a sebességhatár túllépése. Amennyiben beszélt volna egy baleset elemző szakértővel, vagy megnézi a rendőrségi baleseti statisztikát, ekkora hamisságot nem írt volna válaszában. A balesetek döntő többsége a magas és egyben alkalmatlan sebességhatár miatt következik be. Ismételten kérte tehát a sebességkorlátozás bevezetésének mérlegelését és bevezetését. Dr. Csáky András polgármester válaszában elmondta, ismét felhívja a figyelmet arra, kikérték a rendőrség véleményét, és az adatokat is arra vonatkozóan, mikor mennyi baleset történt, és azok milyen okból. Nem tudok önnek más álláspontot jelenleg mondani, mint amit korábban mondtunk, illetve ezzel kapcsolatban írásban is megkapta a választ. Vannak, akik támogatják a sebességkorlátozást, a tábla kihelyezését, vannak viszont, akik azt a véleményt fogalmazzák meg, közlekedési szakemberek is, hogy a városból történő minél gyorsabb kivezetése az autóknak az kívánatos. Az pedig természetes kell, hogy legyen mindenkinek, hogy a sebességhatárokat be kell tartani. Ennek nyomatékosítására döntött a testület korábban a Trafibox kihelyezéséről.